Rakamas főutcájáról lekanyarodva a Szent István utca 148 szám alatt a korábban leromlott állapotú ingatlan helyén új beruházás munkálatai kezdődtek meg. A polgármester szerint már nem érte volna meg felújítani a régi épületet. Ami a város arculatában már nem illett bele, illetőleg műszakilag, statikai szempontból már gazdaságosan nem volt felújítható, viszont korábban olyan funkciók voltak ebben az épületben, mint egy korábban egy kereskedelmi bank, tehát pénzintézet, fitnessterem, falugazdász, tehát gazdajegyző, amely a mezőgazdasági vállalkozók, vállalkozások munkáját segíti, illetőleg még bérirodák is üzemeltek benne, tehát lakossági igény megvan ezekre a szolgáltatásokra. Hozzátette, a lakosság hangját is meghallva az új szolgáltatóházban a gyermekek számára egy játszóházat, a felnőtteknek konditermet, bérelhető irodákat alakítanak ki, emellett 90 facsemetét fognak elültetni. A beruházás költségeit pályázati forrásból finanszírozzák. Maga erre a TOP pluszos pályázat keretében nyert pályázati forrás, tehát 100%-os intenzitású, 336.247.000 forint értékben. Ennek a zászlós hajója a szolgáltatóház, illetőleg az új épületnek a kialakítása, illetőleg a vizsgaállomás új épületének a kialakítása. Viszont olyan projektelemek is megvalósultak már, mint a településen térfigyelő kamerarendszer kiépítése, tehát az közbiztonsági céllal történt a kialakítása, az mintegy 16,5 millió forintot vett igénybe, 21 kamera a település 17 pontján lett elhelyezve, adatkezelésre, mindenre figyelve, rendőrség részére együttműködési megállapodás keretében már ez a kamerarendszer rendelkezésre áll. A kisvárosok számára az egyik legnagyobb kihívás a fiatalok megtartása, és az ilyen beruházások segíthetnek ebben, fogalmazott az alapkőletétel ceremóniáján Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője. Ha itt akarjuk tartani őket, hogy itt képzeljék el a jövőjüket, akkor kellenek színvonalas önkormányzati szolgáltatások, úgy, mint bölcsöde, óvoda, iskola, és ezek jelen vannak Rakamazon. Kell egy városi környezet, hogy úgy érezzék, kell egy jó infrastruktúra, és ez a szolgáltatóház, ez bizonyítja, hogy uniós forrásból játszóházat, kondicionáló termet, helyi áruboltját alakítjuk ki. Ez mind-mind azt erősíti bennünk, hogy egy városi, egy színvonalas városi környezet alakul ki. Ráadásul a program része a térfigyelő kamerák elhelyezése is, amely a közbiztonságot erősítheti. Tehát mindent szeretnénk úgy előteremteni, hogy a fiatalok vagy a fiatal felnőttek itt képzeljék el a jövőjüket. Az új szolgáltatóház és műszaki vizsgaállomás kivitelezési munkálatai várhatóan jövő nyár folyamán fejeződnek be.